épületek alapozásáról már többször volt szó. Most nézzük meg azt, hogy mi történik, ha egy épületet a talajba süllyesztve valamilyen alapozással elkészítjük, és ehhez különféle szerkezeteket kapcsolunk. Az egyik legtipikusabb, amikor valamiféle lépcső kapcsolódik hozzá, hiszen valahogy be kell jutnunk, itt van mondjuk a bejárat, tehát a terepsíkról, ami itt van, elindulunk fölfelé, és bejutunk valahol. Tehát itt egy lépcső kapcsolódik. Aztán tipikus kapcsolódás még a járda, amikor az épület körül vagy mellett járda készül, de mi van akkor, ha ez az épület süllyed? Ez teljesen normális, hiszen az a talaj, amire rátettük, az egy valamiféle talaj volt, de ha erre ráteszünk x kilót, ami az épület, tehát ez egy teher konkrétan, akkor valamennyit biztosan fog tömörödni a talaj, és valamennyit biztosan le fog süllyedni ez az épület. Igen ám, de kérdés, hogy ez mikor fog bekövetkezni, milyen rövid idő alatt, milyen gyorsan, vagy mennyire elhúzódóan, és ezt az épülethoz csatlakozó szerkezetet, például a lépcsőt vagy a járdát, mikor készítettük el. Hiszen az épület a nagy súlyánál fogva valamennyit lesüllyed, mondjuk 5 centit, ezek normál méretű süllyedések, 1, 2, 3, 4, 5 centi, de a lépcső, hiszen ő nem olyan nehéz, ő kevesebbet fog lesüllyedni, tehát mondjuk csak fél centit vagy egy centit. Tehát itt a két szerkezet között süllyedés különbség lesz, és az azt jelentheti, hogy itt eltörik, vagy elreped, vagy elszakad valami, és ugyanez igaz a járdánál is, tehát a csatlakozásnál valamiféle probléma történhet, hiszen a járdának olyan kicsi a súlya, ő nagyon nem fog süllyedni, viszont az épület, még egyszer mondom, akár 5 centit is süllyedhet, ez teljesen normális, tehát itt a kettő között valamiféle probléma lehet. Ezért is érdemes a járdát később elkészíteni, a bejárati lépcsőt később elkészíteni, illetve az épület mellé elhelyezni mondjuk a lépcsőt, tehát nem közvetlenül a falhoz, és akkor ezek a süllyedés különbségek nem is látszanak, és nem is okoznak problémát. Ugye a járda elhelyezéséről már korábban is volt szó, amikor nem javasoltam a fal mellé tenni, hogy a felverődő csapadékvíz ne áztassa a falat, és egyéb szempontból sem célszerű oda tenni, tehát a járdának amúgy sem feltétlen közvetlen az épület mellett van a helye, de egy lépcsővel nem tudunk így eljárni, hanem az valahol csatlakoznia kell az épülethez, de ha ezt is megoldjuk dilatált módon, vagy egy ráccsal, vagy egy folyókával, hogy ez a süllyedés különbség ne legyen annyira érzékelhető, vagy kezelhető legyen, akkor ez is megoldást nyer. Tehát figyeljünk arra, hogy az épület valamennyit biztos süllyed, és nézzük meg, hogy mi csatlakozik hozzá, és ezzel kell-e foglalkoznunk, vagy nem. Nézzük meg, hogy tudjuk ezt legjobban megtenni, nyilván tervezett, végig gondolt módon.